Jó napot kívánok! Király Levente vagyok, a Corvina kiadó igazgatója, és Csabai László Sherlock Holmes Budapesten című könyvét mutatjuk most be így online a szerző segítségével. Szervusz, Laci! Szervusz! Örülök, hogy itt vagy, bár úgy terveztük, hogy majd valahogy Budapesten és természetesen Nyíregyházán különböző helyszíneken bemutatjuk a könyved élőben, de hát sajnos a vírus helyzet ez most is ismét nem teszi ezt lehetővé. Úgyhogy egyelőre most így online mutatjuk be a könyvet, de remélem, hogy majd jövőre a legkülönfélébb helyeken találkozhatsz a közönséggel, és mesélhetsz Sherlock Holmesról. Úgy legyen. Úgyhogy azt hiszem, ezt most így szívesen aláírjuk, hogy így lesz. Hát ugye téged úgy ismerünk, mint nagyon kiváló díjakkal elhalmozott, és az olvasók által nagyon szeretett szépírót, aki hát így a krimi tájékára kalandozik, vagy hát krimi alapú szépirodalmat ír. Ugye ez a nyilvánvalóan, amióta a skandináv krimik igen népszerűek, azóta ez azt gondolom, hogy egyre inkább elfogadott még ezen a krimit általában nem annyira magas műfajnak tekintő magyar irodalomban is, és én minden kritikustól, illetve az olvasóktól is azt hallottam, hogy ez amit a Csabai Laci csinál, az tényleg nagyon-nagyon magas irodalom, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a csatát már megnyerted, de itt a nagy kérdés, hogy ugye a te főhősöd a krimi jellegű írásaidban Szindbád volt, most hát viszont valaki egész mással találkozunk, és miért van ez így? Miért Sherlock Holmes? Ez az első könyvem, amelyet megbízásra írtam. Király Levente, a Corvina kiadó igazgatója vetette fel, hogy lenne kedvem írni egy Sherlock Holmes-os regényt, ami lehetőség szerint Magyarországon játszódjon. És rögtön beugrott, hogy milyen jól van 1928-ban. Talán egy pár másodperc telt el, és már azonnal magaménak éreztem ezt a feladatot, és igent mondtam. Semmi gond nem volt, mintha saját ötletből indultam volna ki. A változás az a korábbi Szindbáros, vagyis Siffer Árpáros köteteimhez képest mégis annyi, hogy annak a Szindbának semmi köze nincs a Krúdy-féle Szindbárhoz, esetleg a 1001 éjszaka Szindbádjához van köze. Ennek a Sherlock Holmesnak viszont van köze a Conan Doyle-féle Sherlock Holmeshoz, vagyis gyakorlatilag ugyanaz a személy. Csak most nem Londonban nyomoz, hanem Magyarországon. Azt azért, illetve majd nagyon keveset áruljunk el a cselekményből, de azt gondolom, hogy azt azért a cím is elárulja, hogy hát elsősorban Budapesten játszódik a történet, illetve annak agglomerációjában. Hogy hát ugye te eddig a történeteidet azért valahogy mindig Nyíregyháza, vagy hát a képzeletbeli Nyárligetre helyezted a történet egy nagy részét, ami ezt azért tudható, hogy sok köze van a valódi Nyíregyházához. Hát hogy például miért nem Nyíregyre ment, vagy Nyárligetre ment Sherlock Holmes? Miért nem oda került? Miért pont Budapestre? Hát mert mehetett volna oda is, és ez a lehetőség még most is fennáll. Tehát nincs kilőve. Nem is tudom, azért elsősorban egy külföldi személyiség, akinek híre neve van, egy ország fővárosába szokott ellátogatni. Ezen kívül ezt a soha nem létezett szereplőt kötöm egy létező szereplőhöz, ifjabb Rótermérhez, akit Rótermér juniornak vagy juniornak nevezek a könyvben. És ő 1928-ban főleg Budapesten működött és mozgott. Igaz, aztán kiutazott a magyar vidékre is. Talán arra gondoltam, hogy hát ha külföldieket is érdekel ez a történet, és azért a külföldieknek Budapest biztos, hogy mond valamit. Hát azért a Magyarország fővárosa. Budapest nem Magyarország fővárosa, Budapest gyakorlatilag egy külön ország Magyarországon, aminek van előnye, van hátránya, de mondhatom úgy is, hogy az egy húzó név.
az a szó, hogy nyárliget egy argentinnak, egy kanadainak, egy izlandiak talán nem mond semmit. Az, hogy Budapest, az mond, legfeljebb keveri Bukaresttel, de reméljük, ez nem fog előfordulni. Hát igen, de akár lehet akkor a következő könyv Sherlock Holmes Bukarestben, vagy szóval bárhova el lehet őt helyezni. Ugye említetted Lord Oder, mert azért mondjuk el, hogy ő kicsoda, mert ez ugye a könyv szempontjából is nagyon fontos. Ez talán nem mindenki említik már rá, hogy ki is volt. Igen. A két világháború között végig nyitott volt a trónkérdés. Horthy kormányzó lett, tulajdonképpen király, sőt, idővel több hatalma lett, mint egy alkotmányos királynak, de akkor sem király. Tehát formailag ez nem volt elképzelhetetlen, hogy egy királyt választanak, és sokan úgy gondolták, hogy az ország egysége szempontjából ez jó is lenne. Hát többféle irányzat volt, ez nem érdemes ebbe belemenni. Rothermere családnak, először az idősebbnek úgy merült fel a neve, hogy a Daily Mail nevezetű újságjában, napilapjában a magyar határrevíziót támogató cikkeket jelentetett meg. Hozzá kell tenni, ez a legolvasottabb brit. Legolvasottabb. Félig bulvár, félig komolyan vehető lap, de a legolvasottabb lap volt. És hozzá kell tenni, hogy nagyon óvatos határrevízióról volt itt szó, tehát arról, hogy mindent vissza, ez teljesen távol állt Rothermertől, de az tény, hogy a határ túloldalán lévő olyan területek esetében, ahol a lakosság 90%-a vagy 100%-a magyar volt, javasolta, hogy népszavazáson döntsenek el a terület hozzátartozásáról. Tehát tulajdonképpen úgy lehetett tekinteni Rothermert, az idősebbet, mint Magyarország barátját, aki képviseli Magyarországot, és ez nem csak a nyilvános beszéd áll a rendelkezésére, hanem a sajtó is. Az idősebb háttérbe vonult idővel, és inkább a fiát nyomta előtérbe, a fiatalabb Rothermere lordot, aki szintén eljött Magyarországra, és a trónkérdést lebegtetve, de soha egyértelműen nem nyilatkozva erről, beszédeket tartott, intézményeket látogatott. Hát tulajdonképpen, hogy most Magyarországnak akart ő reklámot csinálni Angliába, vagy a saját lapjának Magyarországon, esetleg a világ többi részén, ez már örökre rejtély marad. Mindenesetre túlzott elvárással fogadták őt, és aztán hát végül csalódtak is. Hát igen, ez. Hát azt érdemes talán úgy egy mai példával azt mondani, hogy mondjuk, minthogyha mondjuk a CNN-nek a tulajdonosa kínálna valami fontos magyar ügyért, ráadásul ugye brit emberről van szó, és hát ugye a brit birodalom az a ugye természetesen az a győztes hatalmak közé tartozott, tehát hogy úgymond a túloldalról egyszer csak kapott Magyarország egy támogató hangot, a legolvasottabb. Igen. Még annyit érdemes hozzátenni, hogy ugye a Habsburgokat megfosztották Magyarországon a tróntól, de nem saját akaratából, hanem gyakorlatilag az Antant és a Kisantant követelésére, tehát ezt egy komoly trónfosztásnak nem lehet nevezni. És ezt a fiatalabb lordnak a királyá koronázását is a környező államok dühös és dühött reagálása hiúsította meg részben. Túl nagy felhajtást nem akart az idősebb Rothermere. Tehát egy kis cirkusz az nagyon jó, mert akkor jobban el lehet adni a lapot, de összebalhézni a saját országának a szövetségeseivel, szóval túl messzire nem akart menni. Hát igen, de a magyarok túl messzire mentek azért. Igen. Tehát, hogyha legalábbis a vágyaikban és a fantáziáikban túl messze mentek. Hát meg ahogy fogadták, hát körülbelül mint egy ura, mint hogyha egy indiai maharadzsa, vagy nem tudom, tehát egy király jött volna ide, körülbelül azért úgy fogadták, és erről ugye fotók is maradtak fönt, korabeli tudósítások. Ugye gondolom, ezeket te mind alaposan végig is nézted. Igen, hogy minden. Igen. Én ha még úgy fogadták volna, mint egy
indiai maharadzsát, vagy mint egy uralkodót, még az hagyján lett volna, de én néha azt a kifejezést használtam, hogy mint egy megváltót. Tehát minden reményünket belé helyezzük, ami egy alkotmányos királyság esetén már eleve túlzás, hiszen nem a király szokta eldönteni ezeket a kérdéseket. Aztán egy olyan személy esetében, aki csak esetleg lesz király, még pusztán túlzás, és akit igazán rajtunk kívül senkit nem akar, az megmondhatnám háromszoros túlzás. De hát ilyen volt ez az adott politikai helyzet. Csodát vártak a magyarok. A politikusok is. Maga Teleki is szimpatizált ezzel a megoldással. Értem. És ez már például ez egy olyan epizód, amit mondjuk a magyar történelemkönyvekben már nem is nagyon ismerünk. Tehát ez csak az ismeri ezt, aki jobban elmélyedt a korszaknak a történelmében. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus ötlet volt a részedről, hogy egy teljesen tehát hogy az, amit leírsz a könyvben, ha jól tudom, azok, tehát ezek a mondjuk a solymári gyűléstől kezdve a lóversenyen való látogatásig, ezek mind megtörténtek, ugye? Tehát, hogy Rodermernek az útja Magyarországon az teljesen hitelesen szerepel. Igen. A könyvben. Hát, hogy is mondjam, azért 80%-ban hitelesen. Jó, hát az már... Hát például... Ez a solymári találkozás, ez volt, ez létezett, de mondjuk Horthy nem volt jelen. Az én könyvemben meg jelen van. Hát jó, kicsit tovább gondolva. Jó, hát az a dramaturgia miatt szükséges volt. És akkor ugye itt jön a nagy trükk. Annyit szerintem elárulhatunk, hogy Sherlock Holmes úgy kerül Budapestre, méghozzá vonattal érkezik Bécs irányából, hogy ő Lord Rodermernek az alkalmazásában áll. Jó. És azt akkor... tulajdonképpen egy képzeletbeli regény, tehát egy regényhős egyszer csak egy a teljességgel valóságos történelmi helyzetben találja magát Magyarországon, és egy vasúti fülkében találkozunk vele. És hát mivel bízta őt meg Rodermer, mit kereső Magyarországon? Személyesen még akkor nem ismerték egymást, de Rodermer személyi főnöke, személyzeti főnöke bízta meg, detektív révén a védelmével. Természetesen tisztában voltak vele, hogy a magyar elhárítás végig a közelben lesz, hiszen egy politikai merénylet az senkinek nem hiányzott. De hát biztos, ami biztos, jó, ha egy brit is benne van a történetben, és ezt nagy örömmel elvállalta Sherlock Holmes, illetve Holmes és Watson egész pontosan. Ja, igen, bocsánat, persze ketten vannak, és hát ugye ne ilyen bodyguardként képzeljük el őket, hanem ők ugye a háttérben kell figyelniük és megvédeni. Vannak bodyguardok is, de az egy más jellegű munka. Így van. Úgyhogy szerintem, tehát Sherlock Holmes mondhatjuk így, hogy Lord Rodermer kíséretében érkezik Magyarországra, és az ő biztonságával van megbízva. Hát nem tudom még mi mást eláruljunk-e még, de talán nem tudom mi számít spoilerezésnek, de mondd el, hogy szerinted mi az, amit még érdemes kiemelni, mert azt gondolom, hogy az mondjuk egy izgalmas, hogy egy-két olyan szereplő is fölbukkan, akire azért azt gondolom, hogy azért az meglepő. Hát jó néhány érdekes szereplő fölbukkan. Én egyet megemlítenék, Schiffer Árpádot. Őt azért érdemes megemlíteni, mert a valóságban ő sem létezett, habár az irodalom valósága is egyfajta valóság. Ő az én kedvenc hősöm, aki már 4 könyvben nyomozott, és Szimbárnak is hívja a környezete. Ő egy magyar nyomozó, aki tisztában van a helyi viszonyokkal, és ő is segít a két angolnak. Róla nem tud egyenlőre, vagyis tulajdonképpen nem volt tisztában az ő szerepével az ifjabb Rothermér, de Holmes kap egy igen zsíros, egy pénzes megbízást, függetlenül a fő feladatától. Tehát tehát mint egy magyar szokás szerint tulajdonképpen hamar akklimatizálódik, és egy fusi munkát is úgymond elvállal. Igen. És aztán az a két ügy egymás mellett folyik, találkoznak,
és aztán hát majd lesz egy csattanó is a végkifejletben. Így van, úgyhogy akkor a nagyon fontos és nagyon meglepő szereplők bukkannak föl, de akkor őket ne áruljuk el, ebben teljesen igazad van, illetve akkor a cselekményről sem szabad igazán többet elárulni, de még azért annyit elmondom. Igen. Még egyet talán el lehetne mondani, mert ez nem jellemző a korábbi Sherlock Holmes feldolgozásokra, hogy Holmesnak a nagy szerelme is megjelenik, akiről sokan azt gondoljuk, hogy nincs is neki, de van. Kiderül, ebben a könyvben kiderül, hogy egy nagy szerelme van, egy gyötrelmes szerelem egyik résztvevője Holmes, és ezt is részleteiben láthatjuk. Hát így van az álljon. Lelki és testi valóságában. Igen, ő valós szereplőként fölbukkan, és hát jó nagy csavarok jönnek onnantól kezdve a történetben, amint ő megjelenik, úgyhogy igen, tehát ő is egy meglepetés szereplő. Vannak még, de akkor őket már tényleg nem áruljuk el. És viszont akkor még egy dolgot el kell mondanunk, hogy ugye ez a könyv nem csak egy önmagában egy történet, a borítón az olvasható, hogy regény és rejtvény, és hát tulajdonképpen ennek a könyvnek két befejezése van. És akkor kérlek, mondd el, hogy ez hogyan jutunk el a második befejezésnek a megoldásához, hogyan jutunk el, vagy hogy azt hogy lehet elolvasni. Van egy detektív regény, vagy áldetektív regény, vagy detektív regény paródia, ezt nehéz eldönteni. Ez tart 200 oldalig körülbelül, és aztán az utolsó 6 oldalon, vagy 15 oldalon pedig olvashatunk egy másik befejezést, amely csak második alternatív befejezésként állná meg a helyét, ezt azt hiszem elmondhatjuk. Fő befejezésként elfogadhatatlan lenne, de így egy második alternatívaként igen, elfogadható. Ezt akkor tudja elolvasni az érdeklődő, hogyha egy tesztet kitölt. Feladatokat kap, azt hiszem 20 kérdést, és ha mindegyiket jól megválaszolja, akkor kap egy olyan betűsorozatot, amely mintájára elolvashat 20 féloldalas szövegrészletet, ami kiad egy újabb. Igen, tehát az alternatív befejezést, azt mint a ollóval 20 egyenlő részre felszabdaltuk volna, összekevertük a sorrendjét, és a helyes válaszok, azok kiadják a sorrendet. Nyilván a 20 kérdés azt tudja megválaszolni, aki figyelmesen olvasta az első, tulajdonképpen az eredeti befejezésig tartó szöveget. Ez azért jó, mert szerintem itt sok embert rá fogsz venni arra, hogy még egyszer elolvassa a főszöveget, és utána ki tudja tölteni a tesztet, és akkor el tudja olvasni a befejezést, ami hát egészen döbbenetes, de arról aztán tényleg semmit nem szabad elárulnunk, úgyhogy én is tartom a számot. Úgyhogy ez a könyv tulajdonképpen egy picit távoli rokon az úgynevezett szabaduló szobás könyveknek, ugye ez manapság, hát pláne itt a pandémia alatti bezártság idején ezek elég népszerűek lettek, ugye különböző rejtvényeket kell megoldani, és akkor annyi benfentes információt elárulnék itt most a bemutató közönségének, hogy én amikor a Lacit megkerestem, hogy hát lenne kedve ilyet írni, akkor én mondtam, hogy egy novella hosszúságú sztori bőven elég, aztán majd jó sok rejtvénnyel telepakoljuk a dolgot, de hát az történt, hogy te teljesen elszabadultál, és egy gyakorlatilag egy kis regény, vagy egy regény hosszúságú történetet írtál. Ez hogy, miért lett itt? Tehát, hogy ennyire megtetszett a Sherlock Holmes bőrébe bújás, vagy a korabeli Budapest, hát arról is még arról beszéljünk, hogy hát a Budapest az igen, milyen fantasztikusan. Igen, ez a két dolog, amit mondtál, ez pontosan így van. Amikor írok Csabai Lászlóként, valahogy akkor se Csabai Lászlóként írok, hanem az íróként, aki persze azonos velem, de mégse azonos. Ha pedig egy női karaktert írok, akkor sokszor azt egy nő szemüvegén keresztül nézem, aki nem tudom, hogy kicsoda, nyilván valahol én, de az is lehet, hogy a feleségem, vagy kettőnk keverve. És ez is egy ilyen felvett szerep, ez is egy alter ego, amikor Sherlock Holmes bőrébe bujok, és egyszerre nézem a világot Sherlock Holmes szemén keresztül, illetve látom önmagamat
ahogy önmagamat Sherlock Holmesként nézem a világot. Lehet, ez egy kicsit túl bonyolult, de végül is ezzel nem kell foglalkozni az olvasónak, csak az, hogy hiteles képeket és történeteket és karaktereket kapjon. De érdekelt Budapest is, bár egyáltalán nem ismerem. Ez talán bátorság, hogy így belefogtam. Az is, hogy egy feladat, egy kihívás, az is nagyon jól esett. És mindennek megvan az optimális terjedelme. Tolstoy is csak novellát akart írni az Anna Karenina-ból, és mégis nagy regény lett. Szerintem ennek a történetnek ez a 206 oldal, vagy 208 oldal a megfelelő terjedelme. Lehetett volna még bonyolítani a cselekményt, csak az a baj, hogy én mindig a krimi szállat írom meg legnehezebben, mert elfelejtek dolgokat. Ha Agatha Christie-t olvasok, akkor is a végén elfelejtem, hogy az elején mi volt. És nem jövök rá, hogy a megoldás az egy logikus megoldás. Ez egy olyan mennyiségű vagy nagyságú szöveg, amit még úgy át lehet látni. Tehát én úgy szoktam mondani, nem öli meg a matematika, a logika, nem öli meg a sztorit. Hát abszolút nagyon helyes egyébként. Ahhoz, hogy egyébként Sherlock Holmesnak a bőrébe bele tudj bújni, ahhoz hány könyvet kellett újraolvasnod, vagy annyira ismered fejből a sztorikat, meg a karaktert, hogy ez simán ment, vagy azért el kellett olvasni? Hát én azt gondolom, az összest elolvastam, vagy 15-20 éve. Amit akkor nem olvastam el, azt elolvastam most, de volt, amit újraolvastam. És Conan Doyle-nak volt jó néhány olyan könyve, amit elolvastam, és pedig nem is Sherlock Holmes a főszereplője. Volt egy Amerikában játszódó regénye. Hát sokat írt Conan Doyle, és én kedvelem őt. Úgyhogy a felkészülés is öröm volt. Ez a nagyon jó az írói munkába. Bár ez sokszor a környezetemben élők nem tudják megérteni, mert amikor arra hivatkozok, hogy dolgozok, akkor azt látják, hogy filmeket nézek, meg regényeket olvasok, és nehezen értik meg, hogy ez a munkám, én így készülök fel. De tulajdonképpen erre a regényre is úgy készültem fel, hogy regényeket olvastam, és szórakoztam közben. De hát... Jó, hát ez a legjobb, amikor a hivatás munka és a hobbi egybeesik. És a Budapest, mondhatod, hogy Budapestet nem ismered, de hát ebből a könyvből ez pont nem ez derül ki. Tehát, hogy Budapest történetét, mint hogyha te nagyon is jól ismernéd, legalábbis ennek az adott korszaknak a budapesti, az szerintem teljesen úgy jelenik meg, hogy így halljuk a hangokat, látjuk az utcaképeket, úgyhogy ehhez például mit hogyan kutattál, vagy mit olvastál, mit néztél? Hát, hogy is mondjam, van egy kis, nem azt mondom, hogy csalás, hanem van egy kis érthető illúziókeltés. Az egy filozófiai kérdés, hogy a valóság mennyire ábrázolható regényben, vagy a művészet által. Szerintem csak a valóság illúzióját lehet elérni, de az sem kevés. Budapestet sajnos nem ismerem, ezért utána néztem, és a következő taktikát használtam. Az olyan helyszínek esetében, mint a lóversenypálya, ami nagyon jól fenn van az interneten, nagyon sok történet van róla, nagyon sok fénykép van róla, nagyon sok újságcikk, akkor ott ragaszkodtam ahhoz, ami a valóság, és úgy neveztem el a helyszínt, ahogy nevezték, a kisegítő intézményeit, stb. Van egy másik nagyon fontos helyszín, a szálloda. Itt nem találtam ilyen forrást, ezért kitaláltam egy soha nem létező szállodát, Hotel Transzilvániát, és mivel soha nem létezett, ezt úgy rendeztem be, ahogy én akartam. Ez azt hiszem, hogy belefér. A Garaiék villáját sem Pesten láttam, hanem nagyon sok helyen láttam szecessziós villákat, és abból megalkottam egy képet. Szóval, amihez forrás volt, használtam, amihez nem volt forrás, ott meg teljesen önhatalmulak hoztam létre
Hát nagyon helyes, így kell járni. És arra is gondoltam, hogy nem csak a Budapest tipográfiája, hanem az itt előforduló figurák és emberek. Tehát, hogy ugye egészen eltérő társadalmi közegből bukkannak föl hirtelen emberek. Hogy meg az, még az is, mondjuk ezt nyilván ezt viszonylag könnyebben meg lehet fogni, de például azok a diskurzusok, amik akkoriban folytak, azt egyszerűen úgy adod elő, hogy az ember tényleg úgy érzi, hogy mindent tudsz arról az évről. Tehát, hogy például ez, hogy ki legyen a magyar király, erre a legelképesztőbb és legvadabb ötleteket lehet olvasni a könyvben, amit a jó magyar emberek így előadnak. Hogy például a kedvencem az, amikor, hogy miért legyen Sztálin fia a magyar király. Egy ilyen, valaki levezeti ezt a dolgot, hogy nem tudom, hogy ezeket például te olvastál ilyet? Tehát az, hogy kiket találtak ki királynak, vagy egy részét már a te fantáziád... Természetesen sokat. Ilyen, hogy Sztálin fiát akarták volna uralkodónak, ilyen nem létezett, illetve nem rosszul mondom. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy létezett, csak azért a nagy politika szintjét nem érte el. Nem merte senki úgy elmondani, hogy nyoma maradjon. Igen, igen. De hihető. Teljesen. Tehát a legjobb felkészülési mód egy regény megíráshoz természetesen kell olvasni, természetesen kell helytörténetet is olvasni, szép irodalmat is, de mégis a legjobb az embereket figyelni, ahogy beszélgetnek. Egy sörözőben, a vonaton, egy étteremben, akár családi körben. És ha az ember megfigyeli, akkor azt mondhatja, hogy nem tud olyan képtelenséget leírni, amit ne hallott volna már többször is az életébe. Tehát nagyon furcsa érvrendszerek vannak, nagyon furcsa felvetések, és tulajdonképpen lehetetlen olyat kitalálni, ami ne történhetne meg. Lehetetlen olyan mondatot megalkotni, amit nem mondott volna el valaki. Hát igen, ez valószínű. Az a kérdés, hogy ja, nem, parancsol. Folyamatosan abszurd ötletekkel bombázzuk az olvasót, vagy van egy realista alaphang, és akkor néha meg megbolondítjuk mégis egy kicsit. Nem, de egyébként az a jó, hogy a Sherlock Holmesnak is ugye van ez a híres deduktív módszere, ugye ez a nagy újítás, hogy elképesztő logikai láncolatból állítja össze a képletet, és az utca egyszerű ember is tulajdonképpen ezt csinálja. Tehát, hogy amikor van ez a levezetés, hogy miért legyen Sztálin fia a magyar király, azért ott is ilyen egy érdekes láncolat következik egymásból. És egyébként nekem az is nagyon tetszett, hogy a korabeli társadalmi feszültségek is nagyon jól benne vannak a könyvben. És egyébként nagyon, nagyon szellemesen, tehát tehát abszolút nem azon a módszer, nem azzal a módszer, hogy na jó, akkor most ezen a figurán keresztül bemutatom a valahogy leíró jelleggel a korabeli viszonyokat, hanem hogy mondjuk a labdarúgó vagy a költő megjelenik, az például egészen páratlan, és ez nagyon jól kibomlik a kornak. Még a furcsa ötleteimmel kapcsolatban annyit tennék hozzá, hogy nem csak az emberek gondolkodása meghökkentő, hanem maga a történelem is, sőt, az végképp meghökkentő, mert van olyan indoklás, hogy na jó, igaz, hogy Sztálin most a keresztények gyilkosa, meg a legfőbb ellenfél. Na de Ferenc József is 49-ben a sötét uralkodó volt, meg az Antikrisztus, majdnem, és aztán eltelt 50 év, vagy hát 67-ig, nem is 50 év, csak 19, és aztán meg ő lett a nemzet atya, meg akiben mindenki mindjárt bíznak, és ugye a jó és mosolygós uralkodó. Tehát ilyen váltások és változások vannak a történelemben. Hát sajnos tényleg vannak. Hát igen, van pár meglepő fordulat. Itt egyébként például arra gondolok, hogy amikor tehát mondjuk ellátogat Sherlock Holmes, ennyit talán elárulhatok, hogy mondjuk egy cirkuszba ellátogat, és akkor ott egészen különleges a periférián élő emberekkel találkozik. Hogy ott hirtelen egy-egy pontnál nekem olyan érzésem volt, mintha mondjuk egy Kassák Lajos novellába érkeznénk, meg annyira a peremvidéken élő emberekről van szó, ráadásul Budapesten.
de valahogy mégis van benne valami, nagyon, sokszor nagyon szellemesen visszautal a mára, hogy például a női futball ötletét ott fölvetik a szereplők, az például egészen brilliáns, úgyhogy egy-két kikacsintást is megengedsz a jelen felé, ami szerintem nagyon, nagyon örvendetes. És hát teljesen mozog benne a korabeli politika, közélet, élet. Azt például te honnan tudtad meg, hogy a Budapesten szolgáló csendőröknek vagy a rendőröknek volt egy ilyen sisakja, és hogy akkor azt babmérőnek csúfolt a közönség, mert tényleg úgy is néz ki, mint amivel a babot lehet kimérni. Ezt például honnan tudtad? Nem tudom, hol találkoztam vele. De van egy rendvédelmi folyóirat Magyarországon. Szent László társaság, vagy Szent György társaság, már nem is tudom. És azok adnak ki a rendőrség, meg a csendőrség történetéről tanulmányokat. Ezt amúgy is szoktad olvasni, vagy csak most a könyv? Ja, hát nyilván a Szimbád miatt gondolom már többször olvastad ezt a forrást. Lehet, hogy akkor nem, bár a Szimbád, a detektív, vagyis a Szimbád sorozat első kötete is ebben a korszakban játszódik, tehát egyszer már lemerültem a 20-as évekbe, és azokat az információimat újra hasznosítottam most mondhatni. Igen, igen, tehát egy ismerős közeg. Hát nem tudom még miről beszélünk, mert ugye a cselekményt azt elég nehéz, vagy a cselekmény ábrázolása, vagy elbeszélése nélkül, vagy legalább csak, hogy valamit felvillancsunk belőle nélkül elég nehéz, de ugye hát mondd el, hogy még mi az, amit mindenképpen fontosnak tartasz elmondani. Azt, hogy noha a magyar politikai élet kellős közepébe belezuhan Holmes, meg Schiffer is, és nagyon sokféle politikai szereplő megjelenik, én igyekeztem mindenkitől távolságot tartani. Tehát valahol nem igazán utalni a jelenre, és olyan kis bolondnak, vagyis olyan sajnos túlzottan komolyan nem vehetőnek és álmodozónak állítani be több oldalnak is a szereplőit. Tehát egyfajta olyan sajnálkozó gúnyossággal mutatni be a korszak szereplőit. És ezt komolyan is gondoltam. Tehát tényleg egy olyan történelmi korban vagyunk, amikor egy katasztrófa után rossz állapotban van az ország. Na, de hát egy katasztrófa után általában rossz állapot szokott következni. És hát mindenki próbálta ezt az országot felemelni, úgyhogy azért leginkább a saját érdekei is érvényesüljenek. És ezt valamelyest sikerült is. Legalábbis 31-ig egy olyan, a mai szemmel, ha nem is elfogadható, de mégis talán való elfogadható korszak létezett itt. Ez a Bethlen éra gyakorlatilag, amiről beszélünk, a Bethlen érának a vége. Úgyhogy ez nem egy politikai jellegű írás, noha politikai szereplők is. Hát abszolút nem az. Hát abszolút nem az. Tényleg alulnézetből látjuk az egészet. Tehát a rendszernek a működését azt leginkább a periférián, vagy tényleg az alján lévő szereplők. De mondjuk még csak ez sem igaz, mert például megismerkedünk egy kifejezetten gazdag emberrel és az ő véleményével, de az ő cselédeivel is. Tehát én azt gondolom, hogy a legváltozatosabb Igen. szereplők vonulnak föl, és közben maga Sherlock Holmes ott is egy kicsit megfricskázod néha, tehát például az egy nagyon érdekes jelenet, amikor Schiffer, az a Szimbád, hát így elmondja, hogy Sherlock Holmes deduktív módszerében hol vannak a hiányosságok, és ez innentől kezdve Holmes rendkívül elkezdi tisztelni Szimbádot, de talán lehet, hogy ez már sok, hogy csak eljárta számít valami dologba, de ez az, hogy Holmes sem egy ilyen megmerevedett szobor figura, hanem nagyon is élő és sérülékeny, és vicces.
Én is elárulok valamit, hogy ebben az esetben Holmes egy kicsit Csabai Lászlóvá vált, mert itt teljes mértékben a saját véleményemet mondtam el Holmesról és a Holmes regényekről, amely nem elítélő, de némileg kritikai. Ez a dedukció, ez egy nagyon jó módszer, csak túlzottan, tehát ezt se kell túl komolyan venni. Nem tudja leképezni a társadalmi életet és a bűnözés teljességét. Tehát a logikának megvan a szerepe a nyomozásnak, nyomozásban, de önmagában és okozatokra nem lehet visszavezetni a bűncselekmények egy részét. Pláne nem lehet a jövőbe tekintve erre nagyon számítani. Hát így van. Így van, úgyhogy Sherlock Holmes is megkapja magáért, nem csak a különböző őrültek és félőrültek. Ja, még azt még mindenképp meg kell említenem, mert ugye itt mutattam a könyvet, hát persze tükörben, tükröződve látszódik, de most így megmutatom a belívet. Tele van korabeli fotóval, grafikával, és hát itt ezúton én meg is köszönöm Karcagi Klára, a könyvtervező és egyúttal tördelő munkáját, aki rengeteg fotót kikeresett a Fortepánról, és akkor a Fortepánnak is megköszönjük azt a csodálatos archívumot. Főleg így hát azért a 20-as, 30-as évekből találtunk bele fotókat, és nem tudom, milyen érzés volt neked így látni, hogy így képek is vannak mellette. De el voltam ragadtatva. Ja, köszönöm szépen ezt a reakciót vártam. De el voltam ragadtatva, mert a... Igen, mert van. A képes könyv az rettenetesen tud dobni is egy könyvön, de ha nem sikerül, akkor meg feleslegesen megköti az embernek a fantáziáját. Ha viszont valós helyszínekhez és valós személyekhez kötődve kezd működésbe lépni a fantázia, akkor az a fantázia bővülését és kiteljesedését segítheti. Hát ez volt a célunk, igen, hogy a korabeli általad említett helyszínek azok ott vannak a könyvben, illetve hát arra azért figyeltünk, hogy főbb szereplők ne legyenek leképezve senkivel, hanem hogyha mondjuk valami álombeli jelenetről van szó, vagy egy mellékszereplő hasonlítható egy korabeli emberrel, vagy emberhez, akkor azt beraktuk azt a fotót, és hát én nagyon remélem, hogy így egy ilyen, tényleg egy ilyen sokszoros élményt kap az olvasó, tehát kap egy fantasztikus krimit, ami egyszerre Sherlock Holmes és egyszerre a Csabai László féle Szindbád. Benne van a tényleg a társadalom, hát most mondhatnám azt, hogy kritika, de én nem is kritika, nem is tudom, egy nagyon komoly társadalomábrázolás, mindez nagyon szellemesen, egy képes könyv, és hát még egy rejtvény is van a végén, és akkor az ember azt is, egyúttal azt is le tudja tesztelni, hogy mennyire olvasod figyelmesen. Mert ugye némelyik kérdés azért az rázósabb. Szóval a nagy részük az talán könnyen megválaszolható, de van egy-kettő, amihez nagyon figyelmesen kell olvasni, de egyébként minden válasz benne van a könyvben. Tehát, hogy nem kívánsz lehetetlent az olvasótól. Nem. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Lehet, hogy akkor Sherlock Holmes Bukarestben, Sherlock Holmes Nyárligeten, tehát akármilyen folytatás, akkor ezek szerint elképzelhető. De azt esetleg áruld el, hogy még Szindbád, aki ugye legutóbb a Német Szövetségi Köztársaságban nyomozott, ugye a te hősöd, aki pont ugye 20-as, 30-as években indul az ő története, és Nyárligeten nyomoz, aztán Szibériába kerül, aztán Magyarországra, aztán Németországba. Azt nem mondd el, hogy hova kerül, mert az mindig titok, de hogy állsz a következő Szindbád történettel, azt a rajongóid mikor olvashatják körülbelül. Még az anyaggyűjtés folyik. Egy olyan helyszínre viszem el, amit persze ismerek, mert mindenki ismer, de mégsem eléggé. Elég rejtélyes voltam, sokat kell hozzáolvasnom még. Annyit állok, hogy angolul kell hozzáolvasnom. Van viszont egy közelebbi tervem, egy ilyen elbeszélés kötet, amelyben
a meghökkentés kötné össze a novellákat. A meghökkentés. A realista novellák meghökkentéssel. Hát kíváncsian várjuk, ugye a novellás köteteid úgy néztek, hogy voltak duonovellák, tehát kettős történetek, illetve az azután jössz hármas történetek, akkor ezek szerint nem a négyes történetek vetted az irányt, hanem vissza a szimpla történetekhez, amelyek. Igen, ez egy ilyen őrült novellák, így is nevezhetném. Jó, az alcímnek tökéletes, úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm, akkor jó anyaggyűjtést Szimbád újabb kalandjaihoz, illetve a novellák írásához, de én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szerintem jó könyv lett, öröm volt olvasni, az eddigi visszajelzések is ezt mondják, úgyhogy a közönséget is abszolút arra ösztönözném, hogy vegye meg, olvassa, és olvassa el még egyszer, és válaszolja meg a kérdéseket. Köszönöm szépen. Én köszönöm.